Annál is inkább örülök ennek a kiállításnak, mivel hogy Petra egy fél évig a munkatársunk volt. Egy rendkívül ügyes, tehetséges fiatal alkotó. A fényképezésnek egy olyan formáját hozza, ami tulajdonképpen nem a készülék elkantintásával ér véget, egy sajátos realitást hoz. Szürreális elemeket használ, régi technikákat használ, ezek a régi technikák nagyon izgalmassá teszik a képeit, szinte a grafika és a fénykép, a fotó határvonalán van. A komáromi Petra Dolezsová 10 külföldön eltöltött év után a Rotterdami Művészeti Főiskolán elvégzett tanulmányait követően első önálló kiállítását tartja szülővárosában. Az utóbbi időszakban alternatív fotózással foglalkozott, amely szavai szerint egy új világot, új kreatív módokat és új valóságot tár elé. Alkotásai augusztus 7-ig láthatók a Limes Galériában. Július végéig a zselízi Szűcs László munkái is megszemlélhetők a Limes Galériában. Az eredeti foglalkozását tekintve reklámgrafikus, most munkásságának komoly szeletét mutatja be, Napok, évek, évtizedek címmel. Amikor nyugdíjba ment, akkor aztán neki beselkedett a festészetnek. Akadémiát végzett képzőművész, Brünnben végezte az iskolát. Az egészen korai rajzoktól kezdve a spachtlival készített tájképekig 120 kép van itt kiállítva. A képeken, rajzokon, paszteleken kívül látható néhány plasztika is. Vannak szóló szobrok, amiket akkor készített annó, amikor még főiskolás volt.